Sziasztok! Ma az egyéni terápiás óra és a személyes konzultáció közötti különbségekről fogunk beszélni. Az Anami program oktatói vagyunk mind a ketten, mellettem Laci, és mellettem pedig Tamás. A felvezetőben elhangzott kétféle óratípus, többféle óratípus közül választhattok a központokban, de most csak erről a kettőről fogunk beszélni. Nagyon fontos, hogy ezen a két óratípuson egy oktató és egy gyakorló van jelen. És ezek az óratípusok személyesen, illetve Skype-on keresztül is úgymond látogathatóak, és én elsősorban most az egyéni terápiás óráról szeretnék beszélni. Mi az, ami történik ezeken az órákon, mi az, amire számíthattok, mi az, amivel haza tudtok térni ezekről az órákról, és még engedjétek meg, hogy annyit elmondjak az Anami programról, mielőtt belekezdünk, hogy ez egy légzés, mozgás és koncentráción alapuló módszer, ami már több ember életében is komoly változásokat hozott, de erről bővebb információkat a leírásban található linken találhattok, és a honlapunkon. Szóval miről szól az egyéni óra? Az egyéni óra arról szól, hogy maga a megérkezés után megbeszéljük azt, hogy mi az, ami várható az órán, és ezt most el is mondom nektek. Az óra úgy kezdődik, hogy egy úgynevezett csakra diagnózissal kezdünk. Itt a testtartásból, a csontok helyzetéből, az izmok tónusosságából egyértelműen meg lehet állapítani, hogy hol vannak az elakadások a testben, melyik testszelvénynél van ez az elakadás, és minden egyes testszelvénynek van egy kihatása az életterületekre is. Meg tudjuk azt beszélni, hogy így ránézésre melyik életterületeken van egy picit nehézség, hol vannak elakadások és problémák. Ezek után meg szoktuk beszélni általában az, hogy van-e bármilyen egészségügyi problémátok. Ez nagyon fontos az óra menetében, illetve a gyakorlatok összeállításában. Bármi egészségügyi probléma esetén, hogy azt szoktuk is javasolni, a gyakorlatokat célszerű lassabban és lágyabban végezni. Ilyenkor lassabban a légzést, lassabban a mozgást értjük, és ez egy nagyon fontos része. Utána meg szoktuk beszélni, hogy mik a célok, mi az, amiért érkeztél hozzánk, mi hozott el ide az órára, mi az, amit szeretnél elérni, mi az, amit szeretnél változtatni, mert ez igazából az egésznek a motorja, ez hagyja, ehhez a célhoz köthető. Nyilván, hogyha az előzőekben felmerült, hogy van egészségügyi probléma, akkor feltehetően a cél is ahhoz köthető, hogy ez meggyógyuljon. De nem feltétlenül mindenki egészségügyi problémával érkezik, van, aki egy nehezebb párkapcsolatból érkezik, van, aki munkahelyi problémákkal küzd, és ezeken is tudunk segíteni. Pontosan azok a dolgok miatt, mert az adott testszelvények, ahogy kapcsolódnak ezekhez az életterületekhez, hogyha dolgozunk az adott testszelvényekkel, akkor ez kihat arra a történetre is, amivel érkeztél hozzánk. Hiszen ezért dolgozunk vele. És nagyon fontos itt az egyéni terápiás óránál, amiről most ugye Tamás is beszél, hogy teljesen rátok van szabva az a gyakorlatsort, amivel majd haza tudtok menni. Hiszen itt egy diagnózis alapján, hogy milyen állapotban vagytok, egészségügyileg, lelkileg, szellemileg, mi az, ami motivált titeket, miért jöttetek, mit szeretnétek elérni, ennek megfelelően állítja össze az oktató azt a gyakorlatsort, amit aztán otthon tudsz gyakorolni. Ezért nagyon fontos, a legelső alkalommal az ilyen egyéni terápiás óráknál érdemes 2x15 percet, 30 percet lefoglalni, mert az a tapasztalat, hogy ahhoz, hogy részletesen ki tudjuk fejteni magát, hogy csak a diagnózist a legelső alkalommal ilyen történik, az azért kell idő. Későbbiek folyamán aztán majd te döntöd el, hogy akkor 15 percet, vagy 30 percet, vagy akár többet szeretnél ilyen egyéni terápiás óráknál dolgozni. Fontos viszont, hogy mivel egy élő szervezetről veszünk, egy fejlődés. És ebben a fejlődésben a rendszeresség az, ami előre visz. Egyrészt az otthon való gyakorlás, amit az egyén terápia során kaptál, és ezeknek a gyakorlatoknak egy szorgalmas gyakorlás mellett van egy kihordás ideje, egy kifutása, ami alatt ez a gyakorlat megteszi a dolgát. Azon a szinten, amit éppen tisztítasz, javítasz, ahol erősödni szeretnél, ahol fejlődni szeretnél. Tehát körülbelül 2-3 hét múlva, egy szorgalmas napi szintű gyakorlás után, viszont érdemes akkor újra egyéni terápiás órára jönni, hogy a következő lépést meg lehessen tenni. Tehát ez nagyon fontos így az egyéni terápiás óránál.
A másik, amit a felvezetőben is említettünk, ugye a személyes konzultáció. A személyes konzultáció azért egy picit más. A személyes konzultációnál egyrészt nincs részletes csakradiagnózis, hanem ott csak leülünk egymással szemben, előtte kitöltötök egy papírt, amiben jelzitek, hogyha van valami egészségügyi probléma, milyen célra érkeztetek, tudtok-e rendszeresen járni akár csoportos órára, vagy nem, hogy milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy elinduljatok ezen az úton, amit az anami, ezen a fejlődésen, amit az anami program is képvisel. És ehhez adunk tanácsokat. Megbeszéljük azt, hogy mi a cél, milyen egészségügyi problémák vannak, mik azok a dolgok, amit először el szeretnétek élni. És ahhoz adunk tanácsokat, hogy milyen irányokból tudjátok magatokat ezzel az anami programon megjelenő energiával elönteni, épp azért, hogy minél gyorsabban tudjátok fejlődni. Akár kristályok, akár vizek, akár hanganyagok formájában. És természetesen hozzá kapcsolódva a gyakorlást is beleértjük, hogy milyen óratípusokat javasolunk. Természetesen Skype-on keresztül is elérhető ez az óratípus egy oktató és egy gyakorlóval. Nem tudom, valamit kihagytunk-e még így a kettő közötti különbség? Benne még az merült föl, nagyon fontos különbség a kettő között, hogy a konzultációs óra az 15 perces. De nincs lehetőség fél igen, órára, akár 45 percre, ez fix 15 percről szól. És itt kaptuk egy olyan adatlapot igazából, ezt a vonalvezetőt, amit Laci már elmondott, hogy amin megbeszéljük, hogy milyen típusú órákra érdemes, milyen csoportos órákra, milyen kurzusokra, esetleg milyen vidéki kurzusokra, hogyha megyünk, esetleg ha egyéni órára szükség van a célhoz, az vezet közelebb, gyorsabb úton, akkor javaslatot teszünk erre. És utána megbeszéljük, hogy a gyakorlás, mert milyen eszközök az, amik leginkább segíthetik ezt a folyamatot, amiben, vagy mikre tudsz még támaszkodni. Mert az a tapasztalat, hogy minél inkább körülvesszük magunkat ezzel az energiával, annál hatékonyabb, annál gyorsabb lesz ez a fejlődés. Ami nagyon fontos, hogy a szándékunk is nagyon fontos ebben a történetben. Igen. Szóval amit akartam ezzel mondani, hogy negyed óra a konzultációs időpont, és kaptok erről egy papírt, amit haza tudtok vinni. És otthon ennek a segítségével el tudjátok kezdeni azt a munkát magatok, otthon akár egyedül, ami segít a céltok eléréséhez. Még az egyéni órán, tehát a terápiás órán nem készítünk papírt nektek, ott lehetőség van egy hangfelvételre. Ezért célszerű mindig magatokkal hozni egy telefonkészüléket, vagy egy hangfelvételre alkalmas eszközt, amivel a gyakorlatsort fölvesszük, mivel ezeket a gyakorlatokat, ezt megkapjátok, hogy otthon tudjátok gyakorolni. És minél pontosabban ezekkel a hangfelvételt, ez nagyon fontos. Így van, mert sok félreértés lett abból, hogy emlékezetből próbál valaki, de már nem úgy emlékszik. Igen. Ilyenkor a gyakorlat már nem úgy hat, már nem odahat, és nem azt a célt érjük el. Van még egy fontos rész, ami mind a kettőre jellemző az, hogyha valaki először találkozik az anami programmal, és nem tudja, hogy egyáltalán merre induljon el, akkor nyugodtan választhatja, egyrészt a személyes konzultációt, azt mindenképpen javasoljuk, hogy az minimum legyen, épp azért, hogy tudja, hogy honnan indul, és hogy milyen irányokban érdemes elindulni, milyen óratípusokat érdemes látogatni, kristályok, stb. De az egyéni terápiás órát is választhatja, hogyha elkezd ezen az úton járni, hiszen ott egy csakra diagnózissal indítunk. És akkor meg tudjuk határozni azokat az irányokat, amikben érdemes neki fejlődni, milyen óratípusokra érdemes járnia, milyen kristályokat érdemes beszereznie, használnia. Tehát ebben a kettőben rokon ez a kétfajta óra. És még amit kiemelnék, nagyon fontos dolog, hogy a konzultációs óra nem csak a kezdőknek szól, hanem a haladóknak ugyanúgy. Igen. Hogyha esetleg elakadtok a meglévő folyamatokban, esetleg, hogyha már rendelkeztek CD-kkel, kristályokkal, ami az adott problémára van, arra a problémához, abban a problémában segít, akkor ugyanúgy tudtok hozzánk jönni, és tudunk róla beszélgetni, mi az, ami plusz lehet ebben, amit mi hozzá tudunk tenni. Egy olyan minőségi időt tudunk együtt tölteni, ami már segíthet tovább lépni ezeken az elakadásokon, igen, ezeken a dolgokon. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez bárkinek szólt, nem csak aki még sose volt nálunk, hanem akár annak is, aki már rendszeres gyakorlom hosszú igen ideje. Ha valaki úgy érzi, hogy megakadt az életében, valamelyik életterületen,
akkor érdemes mindenképpen a személyes konzultációt, hogy tovább rendítsük ezt a dolgot, hogy kitisztítsük ezt az alakadást. Mindegy, hogy ugye az először jön hozzánk, vagy pedig már régóta gyakorol. Mindenképpen segít. Hiszen mindig abból indulunk ki, hogy éppen milyen állapotban van valaki, és hogy mi segít neki a legjobban. Így van. Úgyhogy ha szeretnétek változni, mi egy vagyunk, és várunk mindenkit szeretettel, az egyéni órákon, a konzultációs órákon, a csoportos órákon, akár személyesen, akár Skype-on is. És kövessetek bennünket a YouTube csatornánkon, ahol ezt a videót most megtekinthetitek, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Kövessetek minket az Instagramon, amit mondtam, magának az Anni programnak is van egy Instagram oldala, ahol követni tudtok, illetve hogyha az Anami Instruktor hashtagre kerestek rá, akkor az oktatókról is, az oktatók saját oldalát is tudjátok követni, picit személyesebb témakörökben. És ne felejtsétek el, hogy nem csak a Facebook, illetve nem csak az Anami Program Magyarország Facebook oldalunk működik, hanem az Anami Program Worldwide is, mint Facebook oldal. Ezen az oldalon tudjátok elérni a nemzetközi lehetőségeket, hogy mikor megyünk órákat tartani külföldre. Ez nagyon fontos, mert már ősszel, most 2019 őszén ismét elindulnak a külföldi kurzusok, úgyhogy figyeljétek ezt a Facebook oldalunkat is, iratkozzatok fel ide is. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel az órákon, jó pihenést kívánunk, jó gyakorlást hozzá! Jó fejlődést! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a kísérletet! Sziasztok!